Ez volt a korábbi zöld zsákunk, ez is lebomló zsák. Ezt a zsákot most fogjuk kifuttatni, most fog elfogyni. Azért, mert ennek az adalékanyagja megszűnt, nem használhatjuk tovább. Ezért átállunk egy másik zsák típusra. Eddig zöld, mostantól pedig fehér lebomló zsákokban kell a zöld hulladékot gyűjteni és kihelyezni a házakeli szekszárdon. Utóbbi tároló kukoricalisztből készül, és fény, valamint nedvesség hatására 3 hét alatt lebomlik. Most szombaton ismét zöld hulladékszállítás lesz a Tolnai megye székhelyen, ezért érdemes már pénteken este kihelyezni a galjakat és a füvet. Utóbbi az tökéletes a zsák, ami 25 kg anyagot bír el, előbbit pedig kötegelni is lehet, nagyjából 70 centi hosszúra vágva a galjakat. Vertikál által, illetve az NHKB által finanszírozott szállítás az havi egy alkalomra tehető, viszont a város, Szekszárd városa minden hónapban megfelezi ezt az időpontot, és külön szállítást biztosít a lakosok, illetve az ingatlan tulajdonosok számára. Ez azt jelenti, hogy 5 darab zsákot adunk minden hónap elején, negyedévre kiadjuk a 15 darab zsákot, és ezzel lehet a zöld hulladékot gyűjteni. Legközelebb tehát szombaton korán reggel érdemes várni a szakembereket. Az Aliszkater, a Kft. Ügyvezetője azt kéri, hogy a zsákokban ne sokkal előbb tegyék be a levágott zöld hulladékot a helyiek, mert az eszközök bomlásnak indulhatnak. Erre egyébként azért van szükség, mert a galjakból és egyéb kertészeti anyagokból zsákkal együtt komposztot készítenek. Nagyon-nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy a hagyományosan nem lebomló zsákokban ne rakja ki a hulladékot, mert komposztáljuk a zöld hulladékot, és a komposzt értékesíthetetlen és értékelhetetlen, mert ezt be kell vizsgáltatnunk, és nem fogják értékelni akkor, hogyha műanyag vagy más egyéb szennyezőanyagot tartalmaz. Szekszárdon legutóbb múlt héten szombaton volt zöldjárat, akkor mintegy 15 tonnát gyűjtöttek be. Az Aliszkaterra éves naptára megtalálható a szolgáltató internetes honlapján.